Hát sziasztok ismét, én Rics vagyok, és ez egy SnowRunner videó lesz a mai nap. Ahogy a címből azt látjátok, valószínűleg lesznek ebben viták, de hát igen, egy kicsit rage-eltem magán ezen a részen. Én nagyon sokat World of Tankoztam korábban. És mindenki tudja, nagyon jól tudja mindenki, hogy ez a játék mennyire pay to win, és mennyire trash tud lenni. De azt érzem, hogy még azon a játékon sem tudtam annyira felhúzni magamat, mint ezen a kis SnowRunneren. Ennek ugye az oka az, leginkább, ami igazából a játék lényege is, egy kicsit, hogy A pontból B pontba leszállíts bizonyos cuccokat, nevezzük így, és mikor már ötödször próbálod, mert itt is, meg amott is, meg már körbejárod a mapot, hogy valami járható utat találj, és ne akadj el azzal a szerencsétlen áruval, de valahogy mégsem akar összejönni a dolog. Hát igen, szóval rage-eltem egy elég nagyot. A srácok Facebookos csoportban olvashatták is felháborodásomat. És hát igen, úgy hiszem, hogy ennyire még nem tudtam, nem sikerült még felhúzni magam egy játékon. De lehet, hogy ezt csak azért érzem, mert nagyon régóta nem World of Tankozok, és roppant nyugodtan tudok más játékokkal játszani. És lehet, hogy ez a hosszú időtartam miatt, most, hogy így találkoztam a SnowRunnerrel, és sikerült magam felhergelni. Ez kicsit erősebben jött ki rajtam, mint kéne. És valószínű igen, hogy a World of Tank jobban lehet az a rage-e. Viszont Robikám, nem tudok veled egyet érteni, ez rohadtul nem chill-es játék. Ez minden csak nem chill-es. Számomra az nem tud chill-esnek lenni, hogy megyek és azért kell küzdeni, hogy sikeresen elérjek az A-ból a B-be, hogy ne akadjak el, hogy ne kelljen visszaállítani a dolgokat. És jó legyen minden. A rage-elése munkát itt azért még ki kell emelni, hogy eleve nem értem a játék szisztémáját, hogy miért küld el egy olyan pontra, egy olyan pótkocsihoz, amit ezzel a szerencsétlen járművel egyáltalán nem tudok kihúzni. Az elakadások, hogy nem tudok egyszerűen kijutni már az oda vezető úton a cucchoz, vagy a szállítmányhoz, vagy már majdnem a célállomásnál elakadásra gondolok. Illetve a harmadik opció, ami talán a pont volt az én, az az, hogy célba értem, és valamiért bugnak, vagy nem tudom minek köszönhetően, de nem tudtam leadni a konkrét blokkokat. Úgyhogy nekem kellett egy kis pár órás pihenőt tartanom a két szállítmány között, és lehet, hogy ez a leadásnál ez az én bénaságom volt, ugyanis másodszorra is, mikor sikerült odavinnem a szállítmányt, ugyanezzel a problémával találtam szembe magamat, és ahogy nyomkodtam össze-vissza a gombokat egyébként, sikerült, beadtam a dolgot, le tudtam tenni, úgyhogy sikerült teljesíteni ezt a kis egyszerű küldetést. Szóval a következő részben már a következő szállítmányozást láthatjátok majd, de az majd később, most viszont jó szórakozást kívánok!
tetszik a videó, légy szíves, nyomjatok rá egy like-ot. Ha szeretnék kifejteni a véleményedet, pedig várom, komment szekcióban, megpróbálok majd válaszolni rá. Köszi szépen! Light down, let it out. Pressure too high got me on the ground. Open my eyes, I can feel it now. Twist off, let it go. Dulling myself with the chemicals. Another long night with my thoughts alone. I'm trying my best, but I'm a hoarder. Gotta find a way to make some space. Building up a wall to make a border and escape. So I can carry the weight of the weight. Exhale, breathe again. Guess it's a habit to hold it in. Wade in the water, but I can't swim. I'm trying my best, but I'm a hoarder. Gotta find a way to make some space. Building up a wall to make a border and escape. So I can carry the weight. Láthatjátok a második próbálkozásomat a konkrét blokkok állásáról. Ahogy nézem a visszajátszást, illetve vágom a videót, igazából egyértelmű lesz számomra, hogy én voltam béna. Ezt betudom annak, hogy már ideges voltam a folyamatos negatív dolgok miatt. Bennem a sajnos a pakliban, legközelebb jobban figyelek majd. Viszont én most szeretném megköszönni azt, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, akkor légy szíves, nyomj egy lájkot. Ha lenne egy kritikád, vagy egy tippet szeretném vele megosztani, használd légy szíves a komment szekciót. Ha nem szeretnél lemaradni,
tartalmakról, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornámra, nagyon sokat segítenél vele. Én Ricsi voltam, sziasztok!